Sziasztok, Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Montserrat jezsuita vlog hivatás adása. Mai vendégem Nevelős Gábor rendtársam, a Szent Ignác jezsuita szakkollégium új rektora. Nevelős Gábor, azaz Gabesz, Jesus és Szikes öreg diák. Mérnöknek készült, aztán mégis jezsuita szerzetes lett. Németországban, majd Rómában tanult, a kettő között a Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészségen szolgált. A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémián átfogó ökológiával foglalkozik, augusztus 1-től pedig alma mátere, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora. Fiatal Nevelős Gábor, aki annó kereste a hivatását, ide jönne most hozzád, ahhoz a Gáborhoz, aki itt ül most, és megkérdezni tőled, hogy Gábor, mit csináljak így a hivatáskeresésemben? Mit mondanál most neki? Mit tanácsolnál annak a fiatal Gábornak, aki keresi az útját az életben? Azok az emberek jutnak eszembe, akikkel kapcsolatban voltam ebben az időszakban, amikor valóban így alakulóban volt az utam, a hivatás keresésben voltam, és csak így ez időződik fel bennem, hogy ők hogyan viszonyultak hozzám. És ők hogyan viszonyultak? Hogy ilyen nagy szabadsággal fordultak felém, vagy fogadták be azt, ami bennem van. Emlékszem arra is, hogy a lelki vezető Mádám atya, amikor sokat beszélgettünk, és ez érintette az életemnek nagyon tág spektrumát, és ennek része volt sokszor kimondatlanul nyilván, hogy keresem az utam. És hogy így ezt az egészet tudta ő befogadni, és arra hívta fel a figyelmemet, akár indirekt módon is, hogy ebben az egészben hol van jelen Isten vagy Jézus. Biztos, hogy rácsodálkoznék így a nem tudom, 18, meg aztán 20 pár éves önmagamra, hogyha itt találkoznánk, hogy biztos nagyon érdekes lenne, mert azt is tapasztalom, hogy változtam. Ez egy nagyon jó elv, hogy arra építeni, ami benne van, ami már egy születőben van, és annak teret adni, és aztán akár beszélni az én már pár évvel későbbi tapasztalataimról, hogy azzal kezdjen valamit, hogyha az neki segít. A te hivatásod az a jezsuita gimnáziumban kezdődött, vagy mit mondanál a kezdetének a te hivatásod útjánál? Biztos, hogy nagyon meghatározó volt. Tehát, hogy 8 évig voltam a jezsuita gimnáziumnak a diákja, 10 éves koromtól kezdődően, tehát, hogy így... Az nagyon érdekes, vagy különleges, hogy gyerekként, vagy kis kamaszként lehet talán mondani. Szóval, hogy 10 évesen nem tudom milyen kategória, de hogy még nagyon sok minden előttem állt akkor, amikor belecsöppentem abba a közegbe. És hát ez így sokszor észrevétlenül is formált. Mi volt meghatározó neked, Gábor, ott a Jezsuban? Itt nem pusztán arról van szó, hogy sikeresek legyünk, vagy majd nem tudom mennyire okosak legyünk, és versenyeket kell vállalni, meg elérni eredményeket. Ez is benne volt, egy ilyen fajta támogatás. Meg hogy igen, vannak szintek, amiket meg kell ugrani, de hogy ezzel együtt volt egy emberséges közeg, és kimondva is volt egy értékrend, tehát hogy mindaz, ami itt létrejött, és amire hívunk benneteket, az Jézus nevében zajlik. És ez tényleg különleges, szóval van annak ereje, hogyha már fiatalkortól találkozol ezzel, annak is biztos, hogy nagy ereje van, amikor már mondjuk fiatal felnőttként érint meg, az, hogy van egy Isten, aki azt szeretné, hogy boldog légy, de,
de hogy valahogy olyan szépen be tud ivódni, hogyha egy hiteles képet kapsz, és azt hiszem, hogy voltak, akik úgy élték meg, vagy valódi kapcsolatból merítve beszéltek Jézusról, az gyerekként tényleg úgy magával tud vinni, vagy nem, inkább azt keresse tudattalanul is, hogy ez hogyan jelenhet meg a te életedben is. Mit láttál ezeken az embereken, akik valóban így ebből a kapcsolatból beszéltek? Mi tűnt fel neked, hogy hogy lehet ebből a kapcsolatból beszélni, mit látsz? Az hogy így egyben van az életük, amiről beszélnek akár hivatalos formában, az tükröződik azokban a pillanatokban is, amikor nem a szerepben vannak. Azt gondolom, a gyerekek erre különösen is érzékenyek, tehát kiszagolják, hogy ez most csak egy szöveg, amit el kell mondani, vagy annak van egy megágyazottsága az illető ember életében, a személyiségében, amikor csak összefutunk a szünetben, vagy hogy hogyan kezel egy konfliktust, egy nehéz helyzetet egy diákkal, vagy akár felnőttel, az lejön, hogy van-e valami magasabb rendű érték. Te mindig jezsuita akartál lenni? Vagy már gyerekként ott a Jezsúból, vagy később született meg ez benned? Most csak egy vicc jut eszembe, hogy a... Na mondd! Hogy tulajdonképpen mindenki jezsuitának születik, de végül van, akiből más lesz. Tehát egy félig poén, de hogy valahol attól függ, hogy hogy értelmezzük, hogy mi az, hogy jezsuita. A jezsuita képzésem elején, noviciátusban, kórházi szolgálatba küldtek bennünket, egy olyan osztályra, ahol haldoklókkal voltunk kapcsolatban, és volt ott egy bácsi, aki valamilyen módon engem elfogadott, közelebb engedett magához, mint a többieket, és beszélgettünk arról is, hogy én is jezsuita vagyok, hát nyilván nagyon az elején tartottam, és az egyik beszélgetésben azt mondta, hogy hát egy nagypapa volt már, ő 80-valahány évesen, és így már nagyon nehéz állapotban volt, és azt mondta, hogy ő is szeretne jezsuita lenni, hogy bárcsak ő is jezsuita lehetett volna. És az volt, hogy amikor hazamentünk, akkor én ezt elmeséltem, a Szegeden voltunk a közösségbe Deák Feri atyának is, és azt mondta, hogy ez nagyon szép, és hogy tudod, mit lehet erre mondani? Azt mondja, hogy hát jezsuitának lenni, azt mondja, Jézus társának lenni, és hogy ő is lehet Jézus társa. És amikor másnap visszamentem, ezt elmondtam neki, és akkor csak hallgatott. Úgy éreztem, hogy ez megérinti őt. Vágytál arra, hogy Jézus társa legyél, vagy közel legyél Jézushoz. Formája az, te aztán a egyetemet is végeztél, és közben itt voltál a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban. Igen. És akkor utána léptél be a Jézus társaságába. Uh-huh. Mik voltak a te kapaszkodóid? Az a közeg, amiről beszéltem, az egy nagyon fontos támpont volt. Természetesen az is, amit otthonról hozok. Tehát így a családomban is, amit értékként kaptam. Nekem nagyon sokat adott az is, amikor tanultunk a hitünkről. Engem foglalkoztatott. Tehát a hittanórák nagyon érdekesek voltak. Volt provinciálisom is, volt hittantanárom előtte, és nagyon érdekes, ilyen szellemi kihívások is voltak a hittanórák, nagyon jókat beszélgettünk. És hogy az így formálódott bennem, hogy ez egy szépen felépített rendszer, ami önmagáért beszél. És ez nekem talán ilyen, szokták mondani, meg magamról is észreveszem, hogy nagyon tudok így fejből megközelíteni dolgokat. És nekem az nagyon imponál, amilyen logikus rendszer. Nagyon fontos, hogy nem pusztán ebből áll az Istennel való kapcsolat, hogy logikus a teológia, hanem ez tényleg egy kapcsolat. De engem mindenképpen ez megfogott, meg szívesen beszélgettem erről, foglalkoztam vele.
láttam, hogy így, hogy akár az életem mélyebb részeiben is ez ad egy inspirációt. És igen, tehát az imák és a közösség, tehát olyan barátok, akiknek szintén ez jelent valamit, akik előtt nem ciki, hogy elmegyek a misére, vagy hogy nekem így egy beszélgetésben így előjön, hogy tudom én, ez így fontos. Tehát a csoport nagyon nagy ereje van. Tehát az, hogy mi egymást szerintem legalább annyira formáltuk, mint amennyire maga a tanári közösség. Ott, amikor beszéltél a bácsiról az előbb, aki kifejezte azt, hogy ő is szeretne 80 évesen jezsuita lenni, hogy ott érintett voltál. Mi az, ami megérint, vagy amit így most megérintett benned? Az, hogy az ember az élete végén, amikor már tényleg nem kell senkinek megfelelnie, legalábbis ember előtt, akkor ad egy megerősítést arra az útra, amire én 25 évesen léptem. Az nagyon megérintett, meg az is nagyon megérintett, hogy neki fontos Jézus, vagy hogy akár a mi beszélgetéseink is segítettek neki abban, hogy ezt így kimondja, hogy én ebben ott szerepet játszhattam. Mi segít, mondanád pár szót erről a megérkezésről a te életedben, amikor neked sikerült megérkezni, bízni, elidőzni? Akár a képzésedre nézel, akár vagy eszedbe jött valami, amikor neked ez így történt, vagy kaptad, vagy tudtál növekedni bizalomban ebben a gyere irányban? Azt hiszem, hogy különösen akkor érintődtem meg ebben, vagy csodálkoztam rá, hogy ez milyen sokat ad, amikor valami nehézségem volt, és egyszerűen szükségem volt arra, hogy az Úr megvigasztaljon. És akkor megtapasztaltam, hogy ez egész másképpen működik, mint valamilyen csak pusztán evilági, horizontális vigasztalás, hogy ez tényleg egy békét tud adni, vagy tényleg akár a fájdalmon keresztül is, vagy a hiányon keresztül is az ő jelenlétét tudom megérezni. És ezek úgy hívtak, hogy töltsek vele együtt időt, akár csendben, csak leülni a kápolnába. Meg persze vannak olyan alkalmak is, amik most eszembe jutnak, amikor közösségben voltam, együtt énekeltünk, vagy egy olyan alkalom volt, egy zarándoklat, amikor az áthatotta így több embernek a hozzáállását, hogy most az Urat keressük. Az első évad után a visszajelzésekből volt egy ilyen, valaki beszélgetett velem erről, és kérdezte, hogy figyelj, hallom ezeket, de nem értem. És ez nekem nagyon jól esett az a fajta keresés, hogy amikor az imádságról beszélünk, vagy arról beszélgetünk, hogy na, bemész a kápolnába, vagy egy közösségben imádkozol, és vagy az Úrnak a jelenlétét érzékeled, vagy valahogy megérkezünk oda, vagy megérkezel oda, hogy ezt így rezonálunk erre, akik ezt a nyelvet beszéljük. Viszont páran, akik nézik a beszélgetésünket, így hallják, de nem így, mint hogyha egy ilyen jelnyelvet beszélgetnénk, hogy mi történik ott. Beülök egy kápolnába, vagy beülök egy templomba, és ott van valami, amire mégis rá tudsz hangolódni, vagy meg tudjuk fogalmazni, ott van egy kapcsolódás. Tudunk konkrétabbak lenni, mit élsz meg ott, vagy mit él meg az ember ott ebben a térben, amikor azt éled át, hogy az Úr jelenléte, vagy közel vagy hozzá, vagy tudunk ennek szavakat adni? Nekem valami olyasmi az imádság, hogy amikor bemegyek a kápolnába, vagy nem feltétlenül kell bemenni a kápolnába, de nekem például segít, az életem történetét, vagy dolgaimat, örömeimet, meg sokszor a küzdelmeimet, így engedem, hogy legyenek, és egyúttal meg abban a közegben,
ott jobban tudom tudatosítani azt, hogy nem vagyok ebben egyedül, hanem hogy ő velem van, és hogy együtt nézünk rá. Tehát egy szeretett személy, aki mindenkinek jobban szeret engem, ő ezt látja, és érti, és érzi, hogy mi van velem. Szerintem erről azért így sokaknak van tapasztalatunk, hogy van valaki, aki velem együtt érez, vagy szeret és a javamat akarja. És ennek egy hát hasonló módon csak teljesen, egy maga teljességében ezt az Úr teszi és éli. És hogy valahogy így más színben látom az életemet, amikor vele együtt nézek rá. És olyan szép az is, hogy ezt közösségileg is éljük, mint Jézus társai, vagy jezsuiták. Pár évvel ezelőtt egy színdarabban részt vettél Rómában, amikor te játszottad a színdarabban Szent Ignácnak a titkárát, Polánkót, és meg is jelent egy cikked erről, és hogy ez a közösséget fejezi ki valahol, a színdarab is, meg ahogy, amit élünk. Különleges volt az, hogy abban a házban lehettünk 3 évig, ahol Szent Ignác is töltötte életének utolsó 15 évét. Tényleg ugyanaz a ház, igen, emlékszem. És az ő kis szobái, azok eléggé hitelesen megőrződtek, nagyon egyszerű kis kápolna most az ő lakószobája, mellette az irodája, honnan építette, vagy igazgatta a növekvő Jézus társaságát. És ott nekünk minden héten volt egy közösségi szentmisénk. Azok nagyon, nagyon szép, bensőséges alkalmak voltak. És aztán az egyik társunknak fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy szívesen forgatna Szent Ignác életéről, pontosabban az élet utolsó napjairól egy filmet, és ebbe hívott meg többünket, és akkor valahogy így rám ez a szerep jutott, Szent Ignác titkáraként, Polankóként vehettem ebbe részt. Amikor levettem a színdarabhoz, vagyis pont a forgatáshoz szükséges ruháimból átöltöztem, akkor ez mehet tovább is, nyilván már a 21. században, de hogy ez nem csak egy mese. És ahhoz hogy érzékeljük, egy színdarab nagyon, nagyon erős tud lenni. Nem véletlen az se, hogy a lelki gyakorlatokban erre hív Szent Ignác, hogy engedjem magam bele egy történetbe csak a belső képzelőerőm segítségével, és hogy erre épülve is a jezsuita színdarabok ilyen nagy karriert futottak be, most itt van az Ignác musical is. Bizony. Milyen ez a társaság számodra, ez a Jézus társasága? Jézus első társasága a tehenek és a bikák és a szamarak voltak betlehemi istállóban, ezt egyik hittantanáromtól tudtam meg, és aki jezsuita szintén, hogy azok az emberek, akikben megszületett ez a vágy, hogy Jézussal együtt legyenek, azok megtalálták ennek egy ilyen szép formáját, ami Szent Ignác szentsége, zsenie, intellektusa, isteni megérintettségének így a gyümölcse. Most pár hónap együtt voltunk Felvidéken, kirándultunk is, meg a ilyen nemzetközi találkozón vettünk részt, egy hivatás, gondozás, ifjúsági munka témában. És egyrészt nagyon jó volt így együtt is, a beszélgetéseink is, meg a nemzetközi társaságban a beszélgetéseink. Aztán elmentünk a régi jezsuita helyekre, ahol nagyon érződött, és beszéltünk is erről, és hogy nagyon itt van velem ez az élő történelem, a török hódoltsági idők, föl észak felé szoruló katolikus hitrendtársaink élete, noviciátus, iskoladrámák. És hogy ez az erő, amit a rendtársainkban éreztünk, vagy érzünk, amikor a történelmi helyzet nem egyszerű, de vagy ez a vele létből fakadó biztonság, vagy a gyere, vagy a vele létből születik valami erő, meg kreativitás, amit
amit így megfogható volt, nem tudom benned mi volt, de hogy ez jött át nagyon ez a... Valami van ott ezekben az elődeinkben is, meg úgy ebben az együttlétben, vagy ebben a közösségben, amiben ahhoz tartozunk. Igen. Igen. Amikor kirándultunk Trencsénybe, és ott egy gyönyörű Xaveri Szent Ferenc barokk templomot találtunk a főtéren, és akkor utána olvastunk, hogy hoppá, itt volt a noviciátus, és hogy gyönyörű vár egy sziklás hegy tetején, olyan ereje van magának a közegnek, és hogy ott voltak, ott készültek, az úgy nagyon egy ereje van, hogy évszázadokkal ezelőtt is ezen az úton jártak, és odaadták az életüket. És aztán kisétáltunk az ő villaházukhoz, feltételezhetően az villaházként üzemelt egy kis kolostor. Most már elég romos, de ott is akkor egy szentmisét ünnepeltünk. És csak így elképzeltem, vagy hogy közben mentünk, hogy az atyák meg a kis noviciusok oda kimennek, eltöltenek egy csendes napot, imádkoznak, pihennek, és visszatérnek, és folytatják a munkát, és ebben az egyszerűségben adják oda az életüket másokért. Ez nagyon szép. Átléptünk a második témánkhoz, amiről beszéltél egy hete, hogy aztán kimenni a komfortzónából, a hívást követni, vagy élni. És benne van ebben a akármilyen élethelyzetben, történelmi korban élünk, van egy meghívása az életünknek, meg az életformánknak. Te hogy éled meg a te hívásodat, vagy amikor téged az Isten kihívott, vagy a társaság hívott, hogy lépj, menj? Ebben hiszek, hogy a Jézussal való kapcsolatnak mind ez a két oldal együtt része. És mind a kettő nagyon fontos, hogy ott is lenni, hagyni, hogy ott ellegyünk, és csak így. Így egy gyertya fényénél a kápolnában az Úrral legyek, ebből tudok táplálkozni. De hogy ez akkor kerül a helyére, amikor ki tudok lépni abból a bensőséges védett közegből, hogy ez valami cél tud szolgálni, és vállalom a kihívást, vagy a nehézséget, fájdalmat is, ami azzal jár, hogy én valamiért kiállok, kimondok, teszek, dolgozom. És hát azért erre így készítenek bennünket a képzés próbatételei is, hogy nem pusztán arra hív bennünket az az időszak sem, hogy csak maradjunk a kápolnában, hanem oda kell menni a haldoklókhoz, hogy el kell zarándokolni pénz nélkül valahova, hogy kell tapasztalatot szerezni akár egy iskolában, egy pedagógiai helyzetben, akár ahol sok kihívás lehet. És hogy nem vagy, hanem és kapcsolat van a kettő között, mert aztán pedig ez az, amit én visszaviszek a gyertyafény mellé, hogy milyen volt, amikor nem értettek meg, amikor ciki volt, fájdalmas volt, és erről tudok beszélni az Úrral, és ott egy új szinten tapasztalom meg azt, hogy ő velem volt akkor is, és velem van, és erőt merítek ahhoz, hogy újra bele tudjak lépni már a következő kihívásba. Kaptál egy küldetést most a társaságtól, a tartományfőnök atyától, hogy te leszel az új rektora a Szent Ignácius Zsidó Szakkollégiumnak, te, aki öreg diákja is voltál a SZIK-nek. Mi van most benned ezzel kapcsolatban? Hogy vagy most? Hogy látod? Hogy élted meg az új küldetésedet? Öröm van bennem. És amikor ezzel megkeresett a provinciális, akkor meglepődtem, mert más feladatokban vagyok benne, készültem egy küldetésben,
az előre haladásra, akár az átfogó ökológia mentén, és akár most a személyes készületemben eléggé fontos időszakot élek meg, így a szentelés előtt, és váratlanul jött ez a felkérés. De aztán közel engedtem magamhoz. Volt egy hét, amikor ezzel dolgozhattam, és így növekedett bennem az öröm, meg a lelkesedés, hogy sok szép dolgot lehetne csinálni. És most már ez elindult, tehát hogy amikor ez eldőlt, és kineveztek, azután, meg a körül is már nagyon sok embertől kaptam megerősítést, akár arra, hogy most velem kell ilyen szempontból találkozniuk, és abban is megerősödtem, hogy itt valóban van egy nagyon jó közeg, vannak olyan emberek, egy olyan struktúra, ami tudja szolgálni a nagyobb küldetést is. Hány évig voltál Szent Ignác kollégista? 6 évig. 6 évig. Igen. Van egy közös alap, egy olyan feeling, nem tudom, hogy mondjam ezt, és van így egy irányultság is az emberekben, hogy együtt valami nagyszerűt, és amire szeretnék így egy támogatást adni, hogy akkor ez így az Isten országa alakulásába segítsen, hogy ez így Jézussal együtt történjen. A kihívások, amikbe belépünk, erről beszélgettünk, az így erre a vele való biztos alapra épülve történjenek. De arra, hogy valahogy még belül csak visszatérek ehhez a bácsihoz, aki vágyik arra, hogy Jézus társ legyen az élete vége felé, 80 éves korában. És valahogy ő, aki vágyik erre, mintha az Isten is tevékeny lenne ott, ő is vágyna vele lenni. És hasonlóan egy közeg, egy egyetemista szakkollégiumi közeg, ahol szintén ott vannak a fiatalok, akik vágynak élni, vágynak odaadni magukat valami nagyobbra, valami többre. Az Isten már tevékeny ott közöttük. Lát valamit, ahol az Isten jelenléte, vagy az élet, vagy az Isten tevékenységét érzékeled a szakkollégisták között már most? Amit nem te teszel, hanem valahogy ott érzékelhető vagy. Látsz ilyen életjeleket? Igen? Most voltunk festeni a diákokkal, és csak rájuk kell nézni, hogy ezt a szolgálatot ők szívesen adják oda. Nem egyéb előnyük nem származik belőlük, mint az, hogy a kollégiumnak ez egy nagyon nagy előrelépés lesz, de szívesen vesznek részt abban az építkezésben, amiben a jutalom az, hogy egy belső béke, egy közös jó élmény. Nem tudom, Gábor, látod, hogy azok, amit te gyerekként, fiatalon megkaptál, keretek, ami segít, közeg, közösség, hiteles emberek, keretek, az most rajtad keresztül történik. Nekem olyan szép látni azt, ami... Olyan hálás vagyok azért, hogy ismerhetlek, meg hogy beszélhetünk. Nekem nagy ajándék az, hogy léptél, vagy belelépsz még a küzdelmek ellenére is, így ebbe a közös útba, vagy Jézus társának való lét. Meg az érintettség, amit érzékelsz, meg érzékelünk, amikor az emberek kifejezik azt a vágyukat, hogy szeretnének az Úrhoz közel lenni. Arra rezonálunk azok, akiknek tényleg van hivatásunk így Jézus társává válni. És ennek egy formája, amit mi élünk, és így nagyon hálás vagyok, hogy beszéltünk ezekről, meg hogy így most megoszthattuk ezt veletek, akik követtek bennünket. Úgyhogy köszönöm szépen, Gábor, hogy egy csónakban ülhetünk, együtt haladhatunk ezen az úton. Akkor most így lezárnánk. Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, Bálint. Köszönöm, hogy meghívtatok. És köszönöm nektek, hogy követtek bennünket. Egy hét múlva találkozunk a Párbeszéd adásunkban, amikor a Szent Ignác szakkollégisták, akik remélem megnézitek az új rektor úrnak a vele való beszélgetést, kérek, küldjetek kérdéseket, mi az, ami benneteket érintett a témával kapcsolatban, és akkor a Párbeszéd adásban ezekről fogunk majd beszélgetni. Várunk benneteket egy hét múlva. Hogyha szeretnétek hasonló beszélgetéseket hallgatni, hallani itt a Montserrat Jezsuita vlogon, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.